Nagyon örülök, hogy ilyen sokan kijöttek. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan ki fognak jönni. Igazából is fogy idő van, úgyhogy megvetődtem. De nagyon örülök neki. Köszönjük szépen, hogy kijöttetek. Szerintem Ádónak élete egyik legjobb olimpiája, az előző nyert egy aranyérmet, most nyert egy aranyérmet és két bronzérmet, úgyhogy az előzőnél mindenféleképpen jobb. Szerintem nagyon jól érte meg, jól érezte magát, az elején egy kicsit nehezen indult, ugye a kiutazásával, de próbáltunk neki minél többet segíteni, és szerintem már amikor a faluban megérkezett, akkor már egy nap esett le a szívéről, és tényleg próbáltuk mentálisan támogatni. Úgy gondolom, hogy Shaolin nagyon jó formában volt, és nagyon jó formában utazott ki. Sok jót és rosszat kapott itt az olimpián, de úgy gondolom, hogy mindenképp egy pozitív és egy jó lélekkel jött haza, hiszen tényleg nem üres kézzel jöttünk haza, és úgy gondolom, hogy amikor leszállt ő is a reptéren, akkor ő is mosolygott, úgy mint én. Három gyönyörű érem mellett, ami ott van az asztalodon, nagyon komoly jutalom is jár érte. Körülbelül kiszámoltam el a magyar sajtot, hogy 140 millió forint környékünkben. Mire fogod ezt esetleg költeni? Azt hiszem az első felállít, ami szembe jön. Nem vicceltem. Nyilván nagyon sok érzelem tört elő, és próbáltam tartani magamat nagyon sokáig, de a himnusz végére megtörtem, és kicsordult egy könycsepp. De úgy gondolom, hogy szerintem mindenki másnak megszakadt volna ott abban a pillanatban a szíve. Nem tudom elmondani, hogy azt az érzést, amin átmentem, ugye, és nem tudom, hát borzasztóan hosszú volt ez az út Pekingi, hiszen mindenki tudja, hogy mi történt előtte. Úgyhogy egy nagy kő esett le a szívemről, és nagyon boldog voltam, és örültem, hogy ez megtörtént.